Most pedig színházba invitálom önöket, abszurd színházba. A latin absurdus szó eredeti jelentése kellemetlen, ízetlen. A mindennapi szóhasználatban az abszurd jelentése képtelen, lehetetlen nonsense. Olyan esztétikai minőség, amelyben a képzeletbeli jelenség elveszíti kapcsolatát a valósággal, és képtelennek, hihetetlennek vagy lehetetlennek érezzük. Az abszurd dráma nyíltan szakít a racionális megoldásokkal és a logikus gondolkodással. Kérem, ne ijedjenek meg a tudományos szavaktól, a magyar irodalmi lexikonból idéztem, ennél sokkal vidámabb dolog következik most, de valahogy fel kellett konferáljam a következő produkciót. Egy kortárs magyar drámaíró Tasnádi István színművéből következik egy jelenet, amelyet előad a Határeset Alkalmi Társulat, azaz a HAS. A társulat tagjai a következő gondolatokkal ajánlják szíves figyelmükbe a produkciót. Reméljük, műsorunk további része is balesetmentesen lezajlik. Bár nem aggódunk, mert ha például kibicsaklik a bokánk előadás közben, lesz önök között, aki újraéleszt minket. Az elkövetkezendő percekben tehát Tasnádi István Paravarietté című színművének egyik jelenete következik zenei körítéssel. Címe A látogató. Közreműködik Deáki Márton, Deáki Máté, Fehérvízi Éva Eszter, Schmidt Bálint, Sonfalvi Gergő Csaba és Tóth Zsolt. A jelenetet rendezte Deáki Péter. Fogadják nagy szeretettel és kellő kritikával. Ha nem tetszik, ne tapsoljon. Jó szórakozást! Thank you.
pedig cipő maradhat? Persze, eretesség. Én mindig megkérdem, hogy maradhat-e a cipő. Tudom, hogy a mai világban túlzó pedantériának tűnik, de... Ó, nem! Egyes kollégák automatikusnak veszik, hogy utcai cipővel... Foglaljon helyet! Ugye én sem szeretném, hogy csak úgy beletrappoljanak az életembe a lakásomba, különösen esős időben nem. Szerencsére most nem esik. Igen, nagyon szép nyaruk van. Mit is mondok, honnan jött? Népegészségügy. Ígérem, nem tartom fel sokáig. Parancsoljon, üdítő sajnos nem volt itthon. Jó, nekem a csapvíz is. Vonak. Értem. Köszönöm. Nos, egyből a közepébe, jó? Jó. Az ön kedves édesanyja, Sík Zoltánné született Rikotta Terézia, terhességmegszakítási kérelemmel fordult az illetékes hatóságokhoz. Az ügy elbírálása némi késedelmet szenvedett, a beadvány formai hibákra való hivatkozással többször visszakerült az alsóbrendű fórumokhoz, ám folyó 16-án döntés született, melyben a bizottság helyt adott Sík Zoltánné született Rikotta Terézia kérelmének. A terhesség megszakítására folyó 25-én, azaz a mai napon kerül sor. Meg kell kérdeznem, uram, ön a szóban forgó embrió? Mi van? Gyors volt? Az ön kedves édesanyja, Sík Zoltánné, született. Az én anyám nem kért semmiféle terhesség megszakítást. Ez az ő aláírása? Nem tudom, azt hiszem. De hisz ez egy 40 éves beadvány. 45? Hát igen, a mi malmaik is lassan őrülnek, ugye? Rengeteg a kérvény, rengeteg a szempont, rengeteg a rengeteg, a szóval a szokásos. Nevetséges, az édesanyám 2 éve halott. Ó, ez felettébb sajnálatos. Mert hogy ebben az esetben a hölgy nem tudja visszavonni a beadványt, és fellebbezésnek helye nincs. Mi a beszélet? Semmi baj, drágám! Biztos valami félreértés. Igen, az meg lehet. Vannak testvérei, uram? Igen, egy bátyám. Ó, hát ez nagyszerű. Akkor lehet, hogy a kérvény nem is önre, hanem őre vonatkozott. Egy perces kiszámoljuk. Mikor született, uram? Köszönöm. 2015. Megkaphatnám a személyi azonosítóját? 45 leszek áprilisban. Hát ebben az esetben... Oh, hát. Sajnálom, itt kellene aláírnia. Ne írja alá semmit! Uram! Nekem komoly ambícióm, hogy nem mondjam, szívbéli szándékom, hogy ezt az ügyet kultúremberek módjára intézzük el. Az ön aláírásának be kell valljam az ügy kimenetele szempontjából, semmi jelentése nincs. Szimbolikus üzenete azonban annál fontosabb. Nem írd alá! Uram, higgy el, államunkban megvan a kellő elszállás is elé, hogy érvényt szerezzen jogainak. Semmi, beszélgetünk. Meddig igen. Nem. Jó, rendben. És ha aláírnám? Gáspár! Nyugalom szívem! Nem! És ha aláírnám, akkor mi lenne? Hogy mi lenne? Terhesség megszakítás. Ez egy őrült! Azonnal hagyj el a házamat, vagy hívom a rendőrséget! Tényleg? És milyen alapon? A maga engem életveszélyesen megfenyegetett. Ez egy őrült! Őrült! Uram, tudom, hogy nehéz beletörődni. Ez egy hamisítvány. Maga egy csaló. Maga a csaló!
egy síboló, egy sikkasztó, maga az állam pénzén járt bölcsödébe, óvodába, iskolába. Maga után mind a mai napig TD-t fizet be a munkahelye. Maga a 45 év alatt jogosulatlanul vett igénybe számtalan állami kedvezményt és juttatásokat, miközben oxigént voltál a föld légköréből, széndioxidot bocsátott ki az autójával, hajtógázos spékkel tágította az ózonjukat, és évi 73 tonna újra nem hasznosítható szeméttel szennyezte környezetét. Mondjam még! Maga a ökoszisztémánkban egy nem kívánatos jelenség, uram, egy természetellenes sorakozó! Kifelé innen! Kifelé! Nézze! Nekünk is nagyon sokba van ez a tévedés, de... hát nem kérjük vissza, amit elsikított. Nem. Pedig megtehetnénk a kedves neje egész életében nyöketni a törlesztő részleteket. De mi ebből nem kérünk? Nem? Kérdem, rászolgált maga erre a nagy vonalúságra? Tibor! Gáspár! Nem szolgált rá! Makacskodik, kekeckedik, kibúvókat keres. Kifelé! Kifelé! Felhívom Babit. Ne! A gyereket hadd ki ebből! Micsoda? Önnek gyereke is van? Van neki, miért? Csúnya joghézag. Hát elvileg nem lehetne. Na most nem tudom, mi legyen ezzel a gyerekkel. Hogy mi legyen? Ne haragudjon, azt mondom, de ez egy ontológiai nonsensz. Egy nem létezőből egy létező... Maga a nonsensz! A gyereket hagyja ki ebből! Ki hagyhat? Hát anyai ágon végül is legítél. Élni akarok! Sajnálom, uram, nincs rá engedélye! Hát nem tudtam, hogy ez engedékel! Persze, hogy engedékel! Nagyon szépen kérem, hogy ne csinálják velem ezt, és nagyon-nagyon sok helyre kell elmennem. Na jó, vegyünk egy példát. Mondjuk... házat akar építeni. Akár a parlament elé. Van rá joga? Van! De előbb engedélyeztetni kell. Ha engedély nélkül húzza fel a házát, előbb-utóbb jön egy szanálási határozat, és le kell bontani. A férje nem egy ház! De nincs létezési engedélye! Engedély! Még egy kutyának, egy patkánynak, egy fangrólnak sem kell engedély ahhoz, hogy éljen! Nagyon fontos, amit mondasz, szagyom. Egy kutyának valóban nem kell. De kutyák vagyunk mi? Patkányok? Pondrók? Akik csak úgy ide pottyantak erre a világra? Akik csak úgy ide zubogtak egymás egyén hátán egy kitágult szülőcsatornán, hogy aztán leéjék kurta és értelmetlen életüket? Nem! Mi emberek vagyunk. Vannak törvényeink. Vannak rendszereink. És van egy konszenzusos rend, aminek a betartása értelmet adhat annak a zavaros tagmondatnak, ami a születés és a halál zárójele közé van odavetve, Sandán! Trehányú! Én csak! Nincs én csak! Magánál nincs én csak! Magánál nincs én! Ha mit nem lehet ezen megérteni? Komolyan mondom, most már ne húzzanak fel. Maga egy illegális testfoglaló, te úgy bitorolja ezt a személyiséget, mint egy kakukk. Maga kakukk a munkahelyén, kakukk a hitvesi ágyban. Maga csak egy férimágó, nem igazi férj. Nincs igazam, asszonyom? Nincs. Maga bitorolja a férj. Az állampolgár, az autóvezető, az alkalmazott, a parkolási engedély és pontgyűjtőkártya tulajdonos szerepét. Maga úgy fityeg ezen a lopott, önkényesen kisajátított egzisztencián, mint egy parazita, egy kullancs. Maga egy fantom, egy fikció Gáspár, ha maga csak egy érzékcsalódás, ha maga nincsen is! Mindig gyanús volt valami. Gazi! Emlékszel? Egyszer megmértem magam a szobamélegen is. Nem mutatott semmit. Kidobtuk a francba, Picsi, megijedted. Hát mi vagyok én? Egy nem kívánt terhesség?
tessék! Adja azt a tollat! És most, hogy lesz? Mármint technikailag? Már nagyon humánus módszereink vannak, semmi vákum, semmi kapirgálás, semmi felforrósított kötőtű, tekintettel a terhesség jócskán előre haladott mi voltára. Na de ezt inkább négyszer tiszt. Nincsen titkom a családom előtt, kérem. Édesem Istenem! Hát igen, manapság egy procedúra, bár eszközeivel jóval kifinomultabb. Semmi vérmaszat, semmi hentes halcs. Immár nélkülözi azokat a külsőségeket, melyek méltó rangjára, azaz szertartásá emelnék ezt a hivatalos aktust. Hát igen, a régi rómaiak még tudták. A centurió megjött a császár parancsával, mire a deliktás, ugye? Ezt is a latinoktól kaptuk, mint nyelvünk legszebb szavait, mint szakmám legexaktabb terminus technikusait, úgy mint amputál, exitál, abortál, hempál, gyölfipál. Bocsássanak meg, kicsit elkaladoztam. Uram, lenne szíves föltörni az inge ujját? Például a nagy Petronius, az arbitrum eleganciorum. Megvan? Üzen neki Néró, hogy legyen öngyilkos. Mit tesz ekkor Petronius? Tartom egy pillanatot. Nagy lakomát rendez, meghívja a családját, a barátait, majd beül egy kárt forró vízbe, fölvágja az erejét, a szagot. Majd ott az ünnepség kellős közepén, beszélgetve, italozva, szép lassan, elvérzik szeretteimek hit körében. Na ezt nevezem. Ez stílus. A méltóság stílus. Akkor a jövő héten. Köszönöm, egyedül is kitalálok.